közgép az a Siméska Birodalom egyik zászlós hajója, a legnagyobb vállalkozás, de messze nem csak a közgépről van szó, hiszen vannak itt még óriás pakát cégek, médiavállalkozások, energiaipar, mindenféle más. Tulajdonképpen, ahol az állammal üzletelni lehet, ott Simicska Lajos és Nyerges Zsolt üzletel, és ebből ezekből az üzletekből nem a magyar adófizetők járnak jól, hanem két imént említett vállalkozó. Úgyhogy azért gondoljuk fontosnak, hogy minden lehetséges eszközzel, parlamenti eszközökkel és parlamenten kívüli eszközökkel, olykor radikális eszközökkel is fölhívjuk a közvélemény figyelmét erre. Az egyetlen dolog, ami vissza tudja tartani ezeknek az üzleti köröknek a nyomulását, az a közvélemény, az állampolgárok megvetése. Éppen ezért szeretnék minél több állampolgár figyelmét fölhívni erre a problémára. Maga a közgépnek ugye 300 milliárd forint értékben van érvényes szerződése állami, mindenféle a nagy állami megbízásokra. Ezeket általában ugye egy kicsit bikánsabb legyen a történet, általában konzorciumban nyerte el még hozzá nemzetközi vállalkozásokkal közösen. Ez azért fontos elmondani, mert amikor mi szóvá tesszük ezeket a dolgokat, akkor sokan a Fideszből megpróbálják egy ilyen nacionalista keretben visszaverni a mi kritikánkat, arra hivatkozva, hogy itt a nemzeti tőke megerősödés ellen szólalunk föl, ami egyszerűen nem igaz, hiszen ezeket a lepacsizott közbeszerzéseket a közgép nagyon sokszor nemzetközi cégekkel, konzorciumban és magyarországi vállalkozásokkal szemben nyeri meg. De a lényeg az, hogy nincsen átlátható és tisztességes verseny, és nagyon sokszor maguk azok az állami megbízások is hát értelmetlenek tűnnek, amikre ilyen sokat költünk. De például a nagyon jó dolog lesz nyilván az, hogy Püspökladány és Szajor között majd 160-nal mehet a vonat. Egy horribilis közbeszerzés keretében közgép erre is megbízást kapott. De hát azért, ha megnézzük, hogy máshol meg gyakorlatilag leáll a vasúti közlekedés, akkor az ember elgondolkodik, hogy tulajdonképpen mire is költi a kormány az adófizető pénzét. Azért is vagyunk itt, hogy ezzel ellen protestáljunk. Köszönöm, hogy megnéztétek!